Több napos, akár hetes különbség is van az ország különböző tájegységei között az őzek üzekedése szempontjából. Délen kezdődik és könnyen előfordulhat, hogy ott már túl is vannak rajta, mikor az északi középhegységben még el sem kezdődött. szabolcs vármegyében a csúcsidőszak augusztus első hete szokott lenni, de időnként már most látni, hogy a bakok keresik a sutákat. És ez egyre gyakoribb lesz a következő napokban. Van egy viszonylag csendesebb időszak itt a közlekedés előtt, egy-két-három hét, amikor... Mi azt gondoljuk, hogy készülnek az őzek, tehát pihennek, szedik magukra a plusz energiákat, és aztán, hogy amikor elkezdődik az üzekedés, akkor nagyon sokat mozognak. És igazából ez, ami számunkra veszélyes, hogy olyan helyeken is megjelenhet, olyan napszakban is megjelenhet a bak, amikor egyébként nem számítunk rá. Jellemzően ugye az őz egy egész nappal mozgó állat, de inkább ez a hajnali és esti órákban találkoznak vele az autósok. Ilyenkor, amikor üzekedés van, gyakorlatilag egész nap mozog, bárhol feltűnhet, és sajnos, ugye, mint a férfiak nagy többsége, amikor ugye megcsapja a szerelmenek a, a mámora, akkor sem lát, sem hal. Sajnos ez a bak is így van. Kevésbé verekszenek ilyenkor, nem az a jellemző, hogy szaladnak egyik bak a másik után, hanem az megy szépen a maga dolga után, érzi a e, sutának a szagát, és fel se veszi a fejét, szépen követi ezt a nyomot, mint egy, egy vadászkutya. És az, hogy ez egy úton megy keresztül, az a legkevésbé sem zavarja, hogy megy szépen tovább. Tehát inkább erre kell figyelni, hogy most már nem csak itt ebben a néhány hétben, nem csak a hajnal és az esti órákban kerülhet elénk bármikor, Ilyenkor viszont nem kergetik egymást, mint tavasszal, kevésbé fognak hirtelen előugrani. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogyha egy állat átszaladt előttünk, még mindig ne gyorsítsunk. Ez főleg a tavaszi időszakra igaz, nyár végén jellemzően egy bak, vagy egy suta és egy bak kerülhet az autónk elé. Ezért erdős-mezős terület mellett közlekedve érdemes fokozottan figyelni az útszélét is. Próbáljuk észrevenni, ha jön a bakést, már akkor lassítsunk. De általában akkor szoktuk észrevenni, hogy, hogy a jön, amikor már előttünk van. Kormány, ne ráncsukj el, akkor még nagyobb baj tud történni. Vészfékezés, masszívan fogjuk meg a kormányt, és aztán bízunk a Jóistenbe, hogy a bak hát elég gyors, és átugrik előttünk. Ha meg nem, akkor legalább ne forduljunk be az árokba, hanem csak az a kár történjen, amit ugye a vad fog okozni az autóban. Hozzáteszem, nyilván azért egy 80-90 km-es sebességnél már jelentős kárt fog tudni okozni az autóba, ha pontosan úgy telibe kapja. De általában, hogyha tudunk hirtelen fékezni, ez a vad nem fog lassítani, tehát nem szokott azt történni, mint ugye a macskáknál gyakran látjuk, hogy kiszáll az autó elé, és akkor megáll, hogy akkor gondolkozzon, hogy most akkor előre vagy hátra. Ez a bak általában, hogyha jön, akkor ugrik is tovább. Tehát, hogyha gyorsan tudtunk fékezni, és jó hatásfokról, akkor, akkor lehet, hogy éppen át jöttünk ugrani, és megúsztuk. Én ezt javaslom. A legrosszabb, hogy elrántjuk a kormányt abból, ha még nem lenne baj, akkor is baj lesz, mert vagy jobbra, vagy balra, vagy árok van, vagy egyéb olyan dolog, amivel az autóval találkozunk, akkor mindig a probléma tud lenni. A legnagyobb odafigyelés ellenére is előfordul, hogy megtörténik a baleset. Jó esetben csak oldalról szalad neki az őz az autónak, majd megy is tovább. Ilyenkor nincs hivatalos teendője a sofőrnek. Szakemberek szerint ez az eset nagyon ritka. Ha nagyobb kár keletkezik, a rendőrséget kell értesíteni, ők fogják a helyszínen kiállítani a vadelőtésről az igazolást, ezzel mehet az autós a biztosítóhoz, és értesítik a vadászkamarát is, a helyszínre érkező hivatásos vadász pedig kezeli az előtött vadat.